Üdvözlök mindenkit, én Axon vagyok, ez pedig itt egy kis SimCity gameplay lesz. Igen, nem ma jött ki ez a játék, illetve nem is túl up-to-date, de nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én nagyon-nagyon sokat játszottam mostanában ilyen akcióorientált, vagy FPS, vagy tudom én, nyilván LOL, stb. Tehát ilyen akcióorientált játékokkal, és nem volt túl sok részem mostanában ilyen gondolkozó, stratégiás, építgetős, ilyen kreatív dolgokhoz, és a SimCity-n úgy érzem, hogy tökéletes erre a feladatra, és hogy ne csak én játszak, hanem legyen belőle némi content is, ezért úgy döntöttem, hogy jó, akkor vegyünk fel bőle pár részt. By the way, nem mondom, hogy sorozat lesz, mert a sorozataimat soha nem tartom be, hogy most ezután ez következik, és aztán ez. Én nagyon szeretném, hogy az legyen, de nyilván addig fogok vele játszani, ameddig élvezem, és ameddig nyilván úgy érzem, hogy van értelme. Nagyjából megvan az ötletem, hogy mit szeretnék csinálni, és kíváncsi vagyok, hogy meg fogom tudni ezt csinálni. Na, nem vagyok annyira gyakorlott ebben a játékban amúgy, játszottam már vele nyilván, még annól, mikor kijött, akkor én is nyilván leteszteltem, próbálkoztam vele, nagyon sok probléma volt vele akkor ugyebár, tehát ott nem volt offline mód, by the way, ez offline mód, és az interneten, na mindegy, szerintem azért is hallottatok erről a sztorikat, hogyha más nem, rengeteg videót is néztem, hogy ez hogy kéne jól játszani, erre azt hiszem nincsen, ja, nincsen feltelepítve az új kiegészítő, ami szerintem egy ilyen nagyon fura módja a játéknak, legalábbis azt is kipróbáltam, nem jött be. Ez a Future World kiegészítő, nem ez a neve nyilván, hanem valamilyen más típusú, de hogy én nekem az nagyon nem jött be, ez viszont remélhetőleg majd kicsit jobban elmélyít a játékban. Én először arra gondoltam, hogy ilyen kis olajbirodalmat kéne építeni, legalábbis szeretnék olajjal foglalkozni, tekintve, hogy az elmúlt játékokban, amikkel játszottam, nem foglalkoztam olajjal, hanem ott is próbáltam elektronikai cuccokat csinálni. Az olaj valahogy teljesen kimaradt, és szerintem egy király ötlet. Tudom, hogy veszélyes, mert ugye fogyó, neszköz, stb. De kíváncsi leszek, hogy meddig jutok vele, legrosszabb esetben csődbe megyek, és akkor majd elmegy a kedvem a világ egészéről. És az olajról nem sokat tudok így személy szerint, annyit tudok róla nyilván, hogy valahol a pusztában érdemes keresgélni, és ezen a rambling pusztaságon gondolkozom, illetve a simán a pusztulaton. Még nem néztem bele, hogy hol tartalmaz jó olaj lehetőségeket. Amúgy igen, magyar a játék, jól látjátok, mint említettem már ezerszer, nagyon szeretem, hogyha a játék magyar. Na, nézzük meg ezt a pusztulatot. Nevezd a régiót. Hogy nevezzük el a régiót? Olajozó. Nagyon nem. Nevezzük el. Úristen, ezzel az elnevezésekben mindig borzalmas vagyok. Nincs valamilyen random button? Csodahagyma. Ne kérdezzétek, nem beszélek róla. Oké, olaj, hármas szintű király. Nem, bocs, ez víz. Fuck, ebben pont nincs olaj. Ebben van kettes szintű olaj, nézzük, van a hármas. Hármas szintű olaj, egyes szintű víz. Ráadásul itt van, itt érc meg minden loszar. Nincs olaj. Itt csak víz van. Viszont van szállítmányozás, mint vízi szállítmányozás. Itt meg csak vasúti szállítmányozás van, nincs vízi, so sad. Nincs olaj, nagyon kicsike olaj van. Szóval, ez egyetlen, ahol háromas szintű olaj van, ami érdekes, meg itt igazából háromas szintű minden van. És úgy látom, ez benne van egy ilyen tóban, vagy egy ilyen kis gödörben. Check this out. Mi a baj? Mi a baj ezzel? Sugárzó kráter, egy régi atomkatasztrófa helyszíne. Honnan a régióban akadémia kifejezhető a talajtisztító, mely eltöri a sugárzás talajból, mert lehet itt teszi a kráter. Szóval, rohadtul nem ezzel kéne kezdeni. Akkor kezdjünk egy ilyen kettes olajjal. Kettes olaj is jó. Ennek nincsen probléma. Mindenféle természetesen erőforrás gazdag terület. Ideális egy Omega CO város kiépítés tele serényen dolgozó munkásokkal. Igazából termelhetünk szént is a vízügy, vagy a
az olaj mellé, de én alapvetően egy olaj vállalatot, egy ilyen olajvárost akarok létrehozni, de ja, kezdjünk is neki, próbáljuk meg. Ah. Na, bent is vagyunk itt a városban, tetszik, tök jó minden. Minden nyugis. Na, amit megtanultam, az, hogy először mindig szüneteltetjük, körbenézünk, merre fúj a szél, hol van az olaj, hol vannak a többi cuccok, és stb. Stb. Szóval, nézzünk körbe. Azt mondja, hogy nyilván ezek nem érdekesek, ez az alsó rész. Szén. Szén az, itt van. Nagyon jó. Vas, kb. Ugyanott. Fogjuk, hogy az olaj is. Olaj, itt van. Csodálatos. Ez a rész kell nekünk olajasból. Nézzük meg, merre fúj a szél. Hol van a szél? Itt a szél. Szél az arra fúj. Jobb lenne, hogyha arra fújna, de... E van. Talajszennyezettség egyelőre nincs, majd lesz sok. Légszennyezettség szintén sincs. Károkozók nincsenek, sugárzás az előzőbe kellett volna. Víz. Vízből nagyon rosszul állunk. Ó, itt sok víz van. Na, ez nekünk nagyon jó. Akkor megpróbáljuk ebbe a részbe próbáljuk megterelni így a vízműveket. Tehát úgy van, hogy a vízmű és a szennyvíz az egy helyre megy. Mert hogy ugye az egyik generálja, a másik pedig feltpantja. Viszont ennek nagyon nem kéne csatlakozni az olaj résszel. Olaj, hol az olaj? Itt van valahol az olaj. Tehát jó, viszonylag jó messze van egymástól a kettő. De hogyha nagyon akarunk, akkor ide is építhetjük a vízműveket. Ja. Ide is lehet vízműveket csinálni. De az nem jó semmire. Mint hogy miért ide. Ez a rész, ugye a vasútvonal, erre kell figyelnem, hogy ide majd jó kis szállítmányozósi céget, akkor itt lesz majd a szállítmányozás. Itt lesz a szállítmányozás. Én azt mondom, hogy tegyük ide akkor a vízműveket. Tegyük ide az elektromos műveket, nyilván akkor ide középre bepakoljuk a fél középre bepakoljuk az olajtot. És valahol az élhető részt én inkább ide szeretném megcsinálni, tehát ez így az élhető terület. Ugye mivel itt lesznek az olajok, ezért oda kéne pakolni a gyárakat is, tehát akkor itt lesznek a gyárak. Mi van még, amin kell gondolkodni? Az élhető terület legyen egy kicsit hosszabb, tehát így. Na. Így egy ilyen élhető terület. A gyár szekció. És a gyár szekció lenyomja a légszennyezettséget, az zavar minket a vízben? Szerintem nem. A légszennyezettségnek nincs túl sok köze a vízhez. Legalábbis nem kéne, hogy legyen. Ja. Jó. Szóval, mint minden jó olajváros, először elkezdi szépen megcsinálni az utait. Csatlakoztassam a városomat. Itt van, már csatlakozva van, nagyon jó. Azt mondja, hogy ez az út még nem jó. Majd a következő. Ez az út kell ahhoz, hogy nekem nagyon jó legyen. Kicsit hosszabb utat, jó lenne, hogyha igen. Ő tudja, hogy mi az egyenes, szerencsére nekem nem kell tudni. Jó, annyit nem akarok kihúzni. Egy olyan 5000-nyit. 5000 pénznyit. 5000. Tökéletes. Na, akkor ide el is kezdjük megcsinálni szépen az élhető területet. Én szerintem nem kellene ide egy keskeny... Mert keskeny utcából lehet sokfélét is csinálni, nem? Az a baj, nem tudom, hogy néz neki pontosan a... Ja. Így néznek ki a szintek, hogy ez van legalul. Aztán jön ez. Aztán ez a gyorsforgalmi. Nagyon jó. Ezeket meg ugye el tudom upgrade-elni ilyen vasúti sínesre. De nekünk egyelőre csak ilyen kis szegényes dolog kell. Ja, itt van az, ahol már bejönnek. Azt mondjuk, hogy jó, akkor el is húzom. Idáig. Idáig. És így most el kell dönteni, hogy melyik vonalnak hiszünk.
legyen. Jó, ide behúzok középre egyet. Akkor hát, ha eldől, nem dőlt el. Hiszünk akkor ennek a vonalnak, a másodiknak. Nem. Na, ott még szeretnék még egyet csinálni. Így. És akkor még itt a kettő közé csináljunk egyet. Túl köz egy meglévő kereszteződéshez. De pont az a lényeg, nem? Hogy a meglévő menjen tovább. Ja. Úgyni. Nagyon jó. Csináltunk 4 darab szép kis négyzetet. Jó, akkor titeket is behúzlak. Nagyon jó. Valaki nagyon utálja ugye ezt a négyzetes dolgot, mert hogy antikreatív és a többi. Én nekem ilyen problémám nincs, én szeretem a rendszert, meg ilyesmi. Ezzel nem lesz baj. Azon gondolkozok, hogy nem lesz baj, hogy ezeket csak úgy becsatolgatom, de igazából nem fontos. Tehát, hogy szerintem, ha valamiben, akkor ebben nem lesz probléma. Legrosszabb esetben kicsatolom, és akkor az van. Olaj, azt mondja, hogy itt már olaj van, tehát ma kb. Ideig kéne érni ennek a zónának. Nem kéne nagyon hosszúra venni a figurát. És most így pont másképp fogom megcsinálni, ez érdekes, nem? Ezzel együtt szeretném. Szép. Gyönyörű. Nem ebbe a térképbe kéne lennem. Nagyon jó. Meg is vagyunk. Szóval. Vissza csatlakoztassam a város. Jaj, megvolt. Csak nem igazán érzékeli, amíg én nem indítottam el a világot. Jól van, vezettem utat. A probléma ott fog kezdődni, hogy egyelőre még nem csatlakoztattam. Igen, jó, kicsit maradjunk még nyugiba. Szóval nem csatlakoztattam a víz készleteket, mert úgy beszéltük meg, hogy innen jön a víz. És tök jó lenne, hogyha innen lehetne jutni oda. Lehet, ide kellett volna csinálni. Na mindegy. Szóval bezúzzuk ide a vizet. A szemét részleg valahol, vagy hova beszéltük a vizet? Én elfogadom, hogy oda beszéltük a vizet, de az biztos, hogy most nem fog menni. Szóval a sztornó. Itt is van némi víz, majd idővel több lesz. És akkor boldogok leszünk. Legrosszabb esetben ide is csinálok egyet. Itt is van egy kis víz. Az elején nem kell sok. Tehát az elején, mit tudom én, kettő darab ilyen kis pöcs szivattyú bőven sok, bőven jó. Majd hogyha vízmű szivattyú állomásra szükségünk lesz, akkor majd azt átpakoljuk máshova. Ja. A szennyvizet viszont mindenképpen át szeretném vezetni minél hamarabb oda. És mit mondtunk? Mivel olajtermeléssel fogunk, tehát mivel olajat fogunk termelni, ezért olajjal is fogunk áramot termelni, tekintve, hogy akkor már kössük össze a kellemest a hasznossal, nem atommal, olajjal. Az olaj viszont rohadtul büdös. Legalábbis nem hiszem, hogy szeretik. Tehát akkor ezt az egész vizes részt itt árasszam el a francba. Tekintve, hogy ugye a szél az erre fúj. Yep. Kénytelen vagyok valami fos utat oda vezetni. Akkor a legbénebb utat. De akkor már jöhetne innen is a víz. Tehát akkor most már minek variálni. Jó. A legbénebb utat megfogom és kihúzom ide. Ez is 2600-ba kerül. Nem kell belőle ilyen nagyon sok cucc. De a legbénebb utat megfogom és ide belövöm. Így. Aztán az erőműhöz szintén megfogom és belövöm ide. Vagy fordítva kellene? Nem, mert a szélre kell figyelni. Bár igazából fordítva is lehetne, hogy fogom, és akkor, mint az eredeti tervek szerint, ide belövöm a vizet, és ide az erőművet. És igazából ez tök jó, mert egyáltalán nincs egymáshoz közel semmi. Ja. Jó, akkor próbáljuk meg, hogy oda messzire belőjük a vizet. Szóval víz, készletek, erőmű.
nekem olaj kell. Tudok én egyáltalán olajat működtetni az elején? Mert hogy... Minden kőolaj, nem igaz? A kőolajat importálják közvetlenül globális piacról, majd erről... Oké, nagyon jó, csak globális piacról importálja nekünk itt majd a kőolajat. Akkor itt majd jó büdös lesz. Mi? Ez 27 ezerbe kerül, ezek meg csak 10-be, meg 8-ba. Nagyon jó. Lehet, hogy még nem érdemes amúgy megcsinálni a szélerőművet. Vagy nem érdemes megcsinálni az olajerőművet. De tudom, mit akkor csinálunk addig... addig szeneset. Vagy akkor minek? Na, franc. Tudok már kötvényeket felvenni? Tudok. Akkor csalunk. Felvettünk egy ilyet. Kezdjünk olajjal, nem érdekel. Költségvetési gondok lehetnek. 14 órán belül csődbe megyek. Az nem jó. Szóval jelöljünk ki dolgokat. Itt az emberek hol fognak létezni. Húha. Ez micsoda? Ez a térkép, ami így be van kapcsolva. Ja, így. Ja. Na! Nagyon jó. Nem tudom, lesz elég hely. Itt is megcsináljuk. Fel, itt oda költöznek, hova akarnak. Ide a szegények jöhetnek, ez engem nem érdekel. Majd ki lesznek rúgva. Legrosszabb esetben. Szóval, ti lesztek itt a senki fődje. Mint így a létezőké. Repülő. Mit csinál itt repülő? Ti is hallottátok? Jó. Szóval, a nagy utat tovább kéne húzni. Egy kicsit az olajig. Legalább az olajig. Tudom, hogy még a termelés nem lesz munkaerőhiány. Na, mert munkát akarok csinálni. És tudom, hogy mivel az olaj tuti rosszaságokat fog termelni. Jó, nem akarok olyan nagyon belemenni, mert úgy nem fogok tudni jól építkezni. Ígyni. Na, a költségvetett azt mondja, hogy a munkáknak szintén nem kell olyan nagy igény. Így út szempontjából. Megfogjuk, csinálunk oda nagyon csúnya utakat. Ide is. Ígyni. Nem jó. Így. Szeretném, hogy ez lenne az alap. Épp megépült 5 darab háló, nagyon jó. Meg is csináljuk itt az övezeteket. Anda nem teszünk le most. Csak rosszabb lesz. És így ide is. Ott az ott, nem tudom. Ne kérdezzétek, hogy ott mi lesz. Na, szépen kijelölünk munka piacot. Ott. Itt is eljátnak szegények. Meló. Abban a helyre tuti nem fog költözni melós, de nem érdekes. Jó, csinálom. Mindjárt sőtbe megyek, semmi gond. Kapcsol le szolgáltatásokat, növeld az adókat, vagy gyerünk. Ó, igen. Adónövelés, ez fontos. Azt mondja, hogy... kell nekünk egy kicsit több... a gyorsabb dolog. Jaj, nem tudok még adókat növelni. Nem baj, felveszünk még egy kötvényt. Hogy egyelőre nem menjünk csődbe. Lehet egyszerre sokat akarok, én úgy érzem. De mindegy, megvan a fő problémáim már a városnak megvannak oldva. Az a tüzelésű dolog az lehet nem volt jó ötlet. Lehet inkább szélerőműt kellett volna csinálni, tekintve ugyanak csak az elektronikai fenntartását kellett finanszírozni itt ebbe, meg sok mindent.
Mi áram kell a városban? Mi ott az áram a városban? Miről beszél? Olyan áram van a városban, hogy megőszülsz. Szépen becsatlakoznak. Én úgy érzem bírja. Ó, bírja nagyon jó van. Van annyi felestegünk, hogy nagyon. Jó van. Kezd most már szépen lejjebb menni. Türelem játék. Nyomjuk ezt, nyomjuk azt. Én nagyon szeretnék olajmágnás lenni, igen. Na, ez eddig tök jó. Oda belövöm az olajmágnást. Úgy. Lehet egy kicsit elrébb kéne, de... Szerintem lehet majd itt pakolgatni azokat, így beljebb. Kérdés, hogy felvegyünk-e rá pénzt, vagy legyünk egy kicsit türelmesebbek, és nézzük meg, hogy egyáltalán működőképes-e ez a szerencsétlen város, amit így létrehoztam. Vagy hoztunk. Nektek is a felelősségetek. Ne bénázzak el annyi mindent. Mi a baj? Nincs. Mi? Ipar üzleten kereskedelmi lerakatnak. Ó, kereskedelem. Hajjaj. Ó, városháza. Na, ennek örülni fognak. Ennek mindig örülnek. És hova a francba tegyem mégis? Jó, tudjátok mint? Akkor most jön az a rész, amit elkezdnek rombolni. Kicsit hamar, de nem baj. Én ezt a részt itt dózel. Oh my god, szegények. Mi ez ez? Nem jó. Akkor hogy legyen? Legyen... Akkor visszategyem és ez a rész legyen dózer. Ki kell választani, hogy melyik legyen a gazdag világ. Szénbánya építési petíció, nem érdekes senkit. Ó, most pozitívban vagyunk már, nagyon jó. Milyen utakat csináltam, ilyen kis zöldeseket? Visszatesszük. Szóval... Melyik részt akarom, hogy gazdag legyen? Nyilván azt a részt, amelyik ettől azért távol, a legtávolabb van. Tehát ez a külvárosi rész. Ezt akarom, hogy gazdag legyen. És ide nem tudok tenni? Vagy mennyi hely kell hozzá, hogy mégis? Ez jó nagy. Hogyha ezt a belső területet itt lebontom, akkor akár jó is lehet. És majd úgyis körbeépítik, mert körbe szokták. Igen. Így, ez nagyon jó. Szóval. Kormányzat. Végre megvan. Így, és mindkettő felére majd pakolgathatok dolgokat. Ez fontos. Fontos, mert hogyha nem tudok pakolgatni, az baj. Elnevezzük a várost. Amcsitka fensík. Legyen akkor... Bagdad, nem. Jó, ez rossz poén volt, sorry. Legyen... mondtam már, borzalmas vagyok ebbe ezekbe a nevekbe. Az olajnak cseréljünk ki pár betűjét, és hívjuk úgy, hogy... Island. Valamilyen... De mondjuk ez rohadtul nem sziget. Mindegy. Az a fensík az nem volt rossz. Rattan. Fensík. Nem biztos, hogy rosszul, jól írtam, de jó lesz. Szóval rattan fensík. Legrosszabb megváltoztatjuk. Ó, igen, szennyvíz. Szennyvíz, csatornázás. Uf. Csatornázást lőjük is. Aje. A csatorna egyelőre rossz, tehát azt betesszük. Majdnem volt a tette, a tiszta vízhez majdnem rávágtam a izét. Nem baj, nem baj. Szennyvíz. Megy is a szennyvíz, nagyon jó. Szennyvíznek fontos szerepe lesz. Mert szerintem elég sok fölösleges anyag fog kikerülni. Munkanélküliség. Ó, munkanélküliség. Tisztán, mint otthon lennék, nagyon jó.
Kezdjük is el, én úgy érzem akkor most már kialakítani az olajunkat. Úgyni. Buaf. Volt mindenki boldog, ott kicsit kevésbé, de az úgyis a szegény réteg, szóval what the fuck. Kit érdekel. Alkalmazottakat keresnek. Na jó, nagyon jó. Na, azt mondja, hogy ha olajkutakat, akkor nagyon jó, be lehet őket pakolni. Zsír. Mindenki boldog lesz. És hogyha mikor... Áram eladás a szomszédoknak? Miért akarom én eladni az áramot a szomszédoknak? Van neked egyetlen szomszédjaim? Globális kőolaj szállítmány menj ki. Helyi kőolaj szállítmány be, ez az. Na, azért kellene valami, ami úgy elszállítja a dolgokat, így lehet kellene már gondolkoznom. Egy a szállítmányozós részen, amit hova terveztem, azt hiszem ide terveztem a szállítmányozást. Nem úgy lehet, hogy kicsit közelebb kellene ugye a főúthoz, de nem érdekes. Meg hogy fogom én oda? Nem. Nem lesz jó. Hol az olajunk? Nem bírom egyszer megjegyezni. Olaj itt van. Azt mondja, ez itt megy el, szóval szerintem lehetne itt akár a szállítmányozási rész. Már itt az a baj, hogy azért nem lehet, mert ez a főút ez keresztül menne, de nem fog keresztül menni, mert nem vagyok olyan hülye, hogy a keresztbe húzzam az olajszállítmányom. Az olaj bizniszemet. Ezért majd valahova ide fog jönni a szállítmányozás. Vagy az is lehet, hogy itt húzunk itt a seggünkbe egy vonalat, és így elmegyünk erre, de én úgy érzem, hogy ez nem így lesz. Jó, hogy engem kérdeztek. Mi a baj? Még mindig munkanélküliség van. Jó, csinálok nektek több helyet. Most úgyis van pénzem, meg majd úgyis lesz. Remélhetőleg. Tudok ilyen dolgokkal szórakozni még. Lehet nem volt egy jó ötlet, mert nem vettem figyelembe, hogy amúgy ezek a cégek is itt eléggé csúnya légszennyezést nyomatnak. Nézzük csak meg a légszennyezést, jó Istenem. Ja. Tehát ebben a sávban itt azért menni fog a légszennyezés eléggé csúnyán. Tehát ide kellett volna a vállalati részt pakolni. De itt az olaj, szóval tök mindegy. Légszennyezettség, hát ez csodálatos. Így megy így keresztbe. Nem baj, akkor majd ez a sáv lesz itt a légszennyezett. Jó, még ez is valószínűleg, még olaj van. De ez itt a gazdag rész. Ide csinálunk majd egy nem gazdag részt. Akkor hova akartuk? Ide akartuk csinálni a szállítmányozást. Már igazából akármikor eltüntethetem a cégeket, hogyha rossz helyen vannak, de így van értelme, nem? Na mindegy, csinálunk most gyorsan munkát. Legyen kis pénzünk. Aztán meglássuk, mi lesz. Na jó, én úgy érzem, hogy ez így kezdetnek egészen jó, van egy egészen stabil ekonomink, majd kéne lassan így építgetni dolgokat, mert kezdnek meghalni az emberek, meg ilyenek. Aztán majd jön lassan a bűnözés is, de ez majd mind a következő részben. Remélem, jeveztétek is ezt az első kis videót. Tudom, béna vagyok még ebben, tudom, nagyon sok dolgot akarok egyszerre, de ez vagyok én. Ha valamiben szeretnétek, nyugodtan írjatok kommentben, gondolok itt segítségre, vagy valamit rosszul csináltam, és akkor tudtok szólni. Lássuk 200 fok. Frászt, feltekerem 400-ra. Jó van, nagyon jó. Ja, következő az infrastruktúra lesz. Egyelőre most legalább stabilizáltuk a létezésünket. Remélem tetszett, Naxxmart voltam, a következő videóban találkozunk.